Hétfő estig a Kárpát-medencét eléri a szóban forgó frontzóna, így megnövekszik a felhőzet, és délnyugat felől egyre több helyen alakul ki csapadék, illetve mérséklődik a hőség. Ezt én fejből nem tudtam volna elmondani, mert nem értek hozzá. De alapvetően arról fogunk beszélgetni, hogy jön a markáns lehűlés Pintér Ferenc meteogyógyásszal, akit kapcsolunk most. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Milyen következményei lesznek ennek a szervezetünkre elsősorban? Igen, hát tulajdonképpen azon olyan nagyon nem sértődhetünk meg, hogy szeptember 1-ével bejött az ősz, de hát ez az év nem hazudtolja meg saját magát. De! Úgyhogy megint már milyen módon történik ez a változás, hát 15 fokos lehűléssel és nagy viharokkal jön, és hát ugye ennek az a következménye, hogy ez nagyon komoly terhelést fog róni a szervezetünkre. Hát ha megnézzük, hogy mi okozza ezt a dolgot, látjuk, hogy ez a hidegfront, ez a második hidegfront, mert ugye egy már átvonult, ennek itt láthatjuk, ahogy a nap folyamán átvonul a ország felett, és ha megnézzük a hatását, itt látható, hogy ez a hideg levegő hogyan fogja elfoglalni egyre inkább ezt a keleti országrészt is, tehát gyakorlatilag ma estére már az egész ország területén ez a bizonyos hideg levegő fog uralkodni, és hát ez azt jelenti, hogy itt a 8-9 fokos lehűlések is tapasztalhatók a szokásos, ilyenkor szokásos értékekhez képest, illetve szerdára már az egész ország területén az ilyenkor szokásos értékeknél több fokkal hidegebbre kell számítani. És hát ez a drasztikus változás és ezek a viharok, ezek nagyon sok terhelést, plusz terhelést hoznak a szervezetünkre. És hogy az előző műsorrészben lehetett hallani, hogy mennyi stressz hatás éri mostanában a szervezetünket, ugye iskolakezdéstől kezdődően itt a koronavírusos problémákig, és bizony az időjárások, a stressz hatások ehhez hozzákapcsolódnak, 2-3 lapáttal is rátesznek, és gyakorlatilag emiatt van az, hogy most jelen pillanatban nagyon sok ember számára okoznak ezek komoly egészségügyi, életminőségrontó hatásokat. Azt meg lehet mondani, hogy például mik a hosszabb távú kilátások, tehát akkor, amikor például tudtuk, hogy nyáron szakad az eső, aztán egyszer csak 38 fok lesz, aztán hirtelen 20 fok alá csökken, hogy az a 4 évszakos Magyarország, amit mi annak idején megszoktunk, az létezik, tehát nyáron nyár van, télen tél van, nem tudom, hogy lehet-e ilyet mesélni, hogy annak idején hogy tavasz. Esett a hó, fiatalabb nézőinkért mondom, hogy az ilyen fehér valami, ami fölülről esett le korábban gyerekkorunkban. Tehát, hogy például látunk-e majd még nagy havat, lehet-e szánkózni, vagy pedig teljesen felborult ez a rendszer? Hát az az igazság, hogy mindig volt egyfajta nosztalgia érzés abban, hogy télen tél van, nyáron nyár van, tehát azért mindig volt egyfajta változékonyság az időjárásban, és azért általában nem zajlott ez egész pontosan a naptár szerint. Azonban van tényleg egy nagyon fontos hatás, ez pedig a klímaváltozás. A klímaváltozás valóban jelentősen felborítja a mindennapi megszokott életünket. Tehát ez azt jelenti, hogy az a klíma, amihez megtanultunk alkalmazkodni, az a klíma lényegében alapvetően átalakul. És bizony a tavalyi és az idei év is nagyon neuralgikus volt, és ennek meg is vannak az egészségügyi következményei. És még egy fontos dolog, ez a szélsőségesség. Tehát, hogyha csak az elmúlt egy-két hétre visszagondolunk, hogy mennyi viharos, gyors, erőteljes, markáns változás tapasztaltunk, meg éltünk át. Ezeknek mindnek megvan az egészségügyi következményei, ami miatt olyan sok az időjárás érzékeny ember, és ami miatt annyi probléma, annyi egészségügyi probléma jelentkezik. Ferenc, megütötte a fülemet, az előbb azt mondta, hogy nagyon komoly egészségügyi problémákat jelent a markáns időjárás változás. Mik ezek a nagyon komoly kockázatok? Hát ugye ez egyénenként változik, és a szervezeti adottságok függvényében van ez, ezért is kell mindig, tehát hogyha pontos választ akarunk egy adott személy esetében adni, akkor ezt minden esetben csak egy megfelelő kivizsgálás alapján tudjuk megtenni, és nyilván az alapján tudjuk kezelni. Azonban például most fölhívnám a figyelmet az immunrendszer gyengítő hatásra,
mert ezek a terhelések, ezek egy olyan fajta energiaveszteséget okoznak a szervezetünkbe, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy kicsit elvonja az energiákat az immunrendszerünknek a működésétől, meg is zavarja ezt a immunrendszer működését, vagy például ugye most még ehhez hozzájön a pollen helyzet is. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amelyeknek az a következménye, hogy most a vírus helyzetnek itt a tetőpontján a új helyzetekben az iskola indulása kapcsán fölmerülő problémák miatt, hát nagyon duplán oda kell figyelni, mert ilyenkor sajnos a fogékonyságunk is megnő. Pintér úr, hogyha már említette a vírus helyzetet, ugye biztos hallott a konteókról, amely szerint a nagynyári melegben jobban terjed, a nagynyári meleg jobban segíti, hogy megszűnjön a hideg, az megöli, a hideg az felerősíti, mindent lehetett hallani. Tudunk-e már bármiféle hatást? Azt biztos tudjuk, hogy az influenza szezonnal, ha együtt jön a koronavírus járvány szezon, ami ugye van, akkor onnantól fogva az egy veszélyes kombó lehet, de például az időjárás, illetve a megfázás milyen módon tudja ezt befolyásolni? Tudnak-e már erről? Hát azok a vélemények, amelyek ugye nyilván csak vélemények voltak tavasszal, nem igazolódtak igaziból, hogy majd a jó idő meghozza a vírus helyzetnek a javulását. Itt úgy néz ki, hogy az időjárással való ilyen összefüggés nem annyira döntő tényező. Azt gondolom, hogy a egyéb hatásoknak például ugye az, hogy nyáron utaztunk össze-vissza, sok helyen összegyűltek fiatalok, lazult az a helyzet valószínűleg, ez inkább jelentősebb tényező volt, mint az, hogy ugye a meleg kialakult. Egy biztos, hogy az őszi időszakban, amikor az immunrendszerünk egyébként is egy terheltebb állapotban lesz, akkor, amikor a nyálkahártyánknak is romlik az állapota, sokkal könnyebben elkaphatjuk ugye a cseppfertőzés útján terjedő bajokat. Hát ez egy lényeges plusz kockázatot fog jelenteni a következő időszakban. Pintér úr, nagyon szépen köszönjük, önnek is jó egészséget kívánunk. Most átadjuk a szót egy rövid lapszemlére Somos Andrásnak.